magyar cigányok ellen, valami ilyesmit írt mondani. Nem tudom, hogy ti értettétek ezt a mondatot, én nem értettem ezt a párhuzamot. Nem tudom dekótolni, de azért arra szeretném felhívni Kovács László figyelmét, hogy ez nem szeretet és fánklub kérdése, én úgy gondolom legalábbis. Amikor 1989-ben, pedig hát más idők voltak, a Dajs Tamást letartóztatták Csehszlovákiában és Prágában börtönbe csukták, akkor az MSZNP kb. Derék öreg bolsevikjai arról értekeztek másnap, hogy na, ez a kis nyíkhaj végre megkapja, amit megérdemel. És akkor a külügyminiszter, Horn Gyula, azt nyilatkozta, hogy én a Magyar Népköztársaság külügyminisztere vagyok, és mint ilyen, felelősséggel tartozom minden egyes állampolgárért, és Dajcs Tamás érdekében mindent meg fogok tenni. Ki hitte volna, hogy egyszer Horn Gyula lesz a zsinór mérték? Szóval Kovács úr, ez nem szeretet és fánklub kérdése. Ön, hogy legyek már én is egy kicsit demagóg, ön esténként valószínűleg azért tudja megenni a vacsoráját, mert az én adómból is kapja a fizetését. Úgyhogy legyen olyan kedves, ne fánklubokról értekezzen, hanem tegye azt, ami a kötelesség. Péter, hogy látott te jogilag az egész történetet? Részben magát a kiutasítást, ennek a jogszerűségét, illetőleg annak az esélyét, hogy Zsolt már nyilatkozta, gondolom fenn is tartott, hogy a Strasbourgi Emberjogi Bírósághoz fordulsz végső esetben. Ennek hogyan látod te, mint alkotmányjogász perspektíváját? Hát ugye az alkotmányos jogok mindenkit megilletnek. Az ország elhagyásának a jog és az országba való visszatérés joga minden magyar állampolgárt megillet. Hogyha egy magyar állampolgárt Magyarországon ér jogsérelem, akkor valamilyen magyar jogorvoslati fórum előtt keresheti az igazát. Ugye itt a helyzet egy kicsit konfúzus, mert azt hallottam, mintha ennél a bizonyos határozatközlésnél indokolást nem adott volna a román hatóság. Ebből kifejezőleg én azt gondolom, hogy ez még egy kicsit képlékeny dolog, hogy hova és mi módon lehet fordulni. Hát önként adódik a lehetőség, hogy valamilyen román jogorvoslati fórum előtt is lehetne az igazat keresni, de vélhetőleg az ide vonatkozó nemzetközi egyezményeknek megfelelően valóban van olyan emberjogi fórum valahol Európában, ahol ilyen vonatkozásban igazat lehet keresni. A jogorvoslat ilyen vonatkozásban mindenkit megillet. Én arra is gondolok, hogy tényleg engem már nem maga a dolog személyes része érdekel, bár meg kell mondjam, nem egyszerű. A rokonaim, párom, családja kinél. Most lett volna a gyerek legkise fiam keresztelője, szóval nem túl egyszerű ezt úgy lelkileg feldolgozni. De tényleg nem ez az érdekes ebben, hanem nekem is eszembe jutott, amit például Szájer József is kifejtett tegnap épp itt a Hír TV-ben, hogy hogy van az, hogy például Guantanamón, az amerikaiak által fogva tartott, egyébként nagy valószínűséggel valóban terrorcselekményeket elkövető személyekért, angol-francia állampolgárokért, az angolok és a franciák hihetetlen küzdelmet folytatnak Amerikával szemben, hogy adják őket vissza, mert hogy ezek angol meg francia állampolgárok, és ne tartsák őket Guantanamón fogva. És akkor ehhez képest politikai okokból 2004-ben engem kitiltanak egy országból, az, hogy politikai okokból ezt írásba adják, mert hogy azért szerdán a román hatóságok kiadták ezt a bizonyos nyilatkozatot, és ezek után ennek annyi a következménye, hogy hivatalosan ugye a külügyminisztérium azt mondja, hogy majd akkor lép, hogyha én panaszt teszek. Amikor panaszt teszek, akkor egy nap múlva azt mondják, hogy most még nem lépnek, mert nem írtam le a panaszba a személyes adataimat. Mikor leírom a személyes adataimat, anyukám nevét, meg útlevélszámomat, ez volt kedden, azóta eltelt 5 nap, és semmi se történik. Mindössze annyi, hogy fél hivatalosan a külügyminiszter megjegyzi, hogy szerinte teljesen rendben van, hogy engem kitiltottak. Ez hihetetlen. Mit gondoltok, abban biztosak lehetünk, hogy hát maga a gondolat az Romániában fogant? És
Ne talántán az ötlet. Ez innen ugye természetesen a feltételezések birodalma, de... Hát, az de igen. Én azt gondolom egyrészt, hogy ott fogant, azt már el tudom képzelni, hogy esetleg... Mondom még egyszer, ez a fantázia birodalma, de nem elképzelhetetlen. Tehát annyit el tudok képzelni, hogy esetleg mondjuk egyeztettek, mielőtt meglépték. Megfelelő politikai erők egyeztettek, hogy felmérték valószínűleg a terepet, vagy esetleg a terepet, hogy mekkora botrány lesz mondjuk állami szinten Magyarország részéről abból, hogyha Bayer Zsolt magyar írót, írót, újságírót nem engedik be Románia területére. El tudom képzelni, hogy megkapták azt a választ, hogy semmi. Kovács úr lehet, hogy biztosította a román hatóságokat, hogy ő mélyen megérti mindezt, mert Bayer Zsolt egy felbújtó. De mondom, én ezt nem állítom, csak az események hát, valószínűsítik. Ugye van egy közös nevezője ennek a fantazmagóriának, ha tetszik, és tényleg az, tehát erre semmi bizonyítékunk nincs, de hát az ember bizonyítékok nélkül is gondolkodik, az szabad. Itthon még szabad, ugye? Jó. De ajánlatos vigyázni arra, hogy nehogy személyiségi jogsértést kövessünk. Igen, hát Péter, most akkor légy szíves és valahogy jelez a következő mondatban. Arra vetemednék, igyekszem, nem? Tehát, hogy az ember azon gondolkodik komolyra fordítva, hogy valószínűleg közös érdek Kovácséknak és a románoknak, nem általában a románoknak, hanem a Kovácsékkal hasonlóan gondol, igen, hogy az RMDS, amelyiknek azért egy kicsit a presztízse megtépázódott, azt hiszem, az elmúlt időben, tehát hogy itt az Erdélyi Nemzeti Tanáccsal szemben megerősítsék az RMDS-t, és itt figyelve a dolgokat, bennem az merült föl, hogy nem indult-e el ennek érdekében, én nem állítom, hogy az RMDS erről tehet, vagy ezt akarná, rajta kívüli erőktől indítva, nem indult-e el egy olyan fajta kampány vagy folyamat, ami ugye itthon is, hogy az ellenfél kriminalizálása és démonizálása. Azért erre azt hiszem oda kéne figyelni, mert mondjuk ennek egy nagyon jó nyitánya lehet, ha tetszik a te eseted, Zsolt, illetve nem is a nyitánya, mert a nyitánya valójában már a Kövér László elleni kampány volt, és valójában nekem a veled történtek, annak egy még keményebb eszközökkel való folytatásának is föltűnhet. Politikailag valószínűleg inkább ott keresném az okokat, hogy ugye egyrészt Románia választások előtt van, nagyjából akkor lesznek odakint a választások, mikor nálunk az európai parlamenti választás, és valóban a jelenlegi román kormány, kormányzó párt koalíciós partner az RMDS, olyannyira koalíciós partnere, hogyha az RMDS mondjuk kiesne a parlamentből, akkor jelen pillanatban nem lenne többsége a román kormányzó pártnak egyfelől. Másfelől pedig, és ez benne van abban a bizonyos határozatban, amit hoztak, amit kiadtak hivatalosan kitiltásom indokaként, ez talán a negyedik vagy ötödik elem, hogy én támogattam az autonómia törekvéseket. Na, azt hiszem itt van a kutya elásva. Egyszerűen a jelenlegi román politika nem is tud mit kezdeni, és úgy retteg, mint a tűztől, az autonómia törekvésektől. És valószínűnek tartom azt, hogy igazából ez volt a probléma, más nem is nagyon lehetett, mert azért próbáljunk meg kicsit úgy tenni, mintha racionalitás mezején mozognánk, szóval az, hogy én személyemben veszélyeztetem a román állam egységét és területi integritását, hát ez tényleg, ezt nem is tudom hova mutatni. Határa csillagos ég, Zsolt, szóval ennél már... A Csermely Péter nehéz. Barátom éppen ma megírta, szóval hozzám képest a Terminátor, az sehol nincs. Sehol nincs, így van. Tehát ez ugye nonsens, de nyilván, hogy az autonómia, amitől rettegnek, és amely Székelyföldön pontosan az RMDS-en belüli szakadást is nagyrészt előidézte, és a politikai élet színpadára lépett ugye Tőkés és Szász Jenő vezetésével a Székely Nemzeti Tanács, illetve a Magyar Polgári Szövetség, ettől rettegnek igazán. Az is nyílt titok volt, hogy a választásokon, a kinti választásokon, például én is sok esetben megjelentem volna a kampányban Szász Jenőjék mellett.
segíteni nekik. Hát erre gondoltam én ezekre az összefüggésekre az előbb. Ami annál is inkább valószínű, mert a román sajtó azt ír, és a román sajtó megdöbbentően jól értesült volt eddig mindenben, amit leírt, és tegnap megjelent, hogy a kitiltásom 3 hónapra szól. De nagyjából arra az időszakra, ameddig a kampány zajlik odakint. Mindettől eltekintve én azt hiszem, hogy igazából az alkotmányosságban és a demokráciában kell hinni. Tehát azt gondolom, hogy az alkotmányos alapelvek, az európai gondolat és az összes többi az inkább hát bizakodásra ad okot dacára annak, hogy történnek olyan események, amelyek ennek ellene szólnak. Hangsúlyoznám, hogy jogorvoslatot kell keresni, amennyiben lehetséges. A jogorvoslat keresése azért fontos, hogy látszódjék, hogy azok az állampolgárok, akik ezekben az országokban laknak, tudatosan viszonyulnak a demokráciához, és igenis igénybe akarják venni azokat az intézményrendszereket, amik számukra biztosítva vannak. Hát itt volna a lényeg, ugyanis igen, egyfelől pontosan ebben hiszek, másfelől ez tényleg elvi kérdés. Tehát még egyszer mondom, itt nem arról van szó, hogy most rossz nekem, mert nem mehetek el a keresztelőre. Rossz, persze, de ettől még az ember nem fordulna minden lehetséges fórumhoz. De ez tényleg egy elvi kérdés. Hát elvi kérdés, csak közben valóban az ember érzi a, nem is a félelmet, aztán erős szó, de furcsa érzéseink vannak, így az egészet tekintetbe véve. Most, bocsássák meg a kicsit szubjektív megjegyzés, de ugye múlt pénteken akkori vendégünkkel ültünk itt, Zsolt, és beszélgettünk, eltelt egy hét, közben veled történt, ami történt. Most ehhez jelentőségében közel sem mérhető, de mégiscsak az történt, hogy tegnap bementem a Hanvas Béla intézetbe, munkahelyemre, ahova betörtek, elvágták a telefonvonalunkat, kinyitották a páncélszekrényeinket, szétverték az egyik íróasztalt, földulták a többit, elvittek tárgyakat, némi készpénzt. Természetesen semmit nem állítok, fogalmam nincs, hogy mi ennek az eseménynek a háttere, csak valahogy az emberben például ez az idői egybeesés. Szóval furcsa érzeteket kelt. Nem jó ilyen furcsa légkörbe élni, és hiába kapaszkodik az ember a jogrend és az elvekbe. Nagyon igazad van, Péter, csak ez a közérzeten önmagában véve reményeket kelthet, de nem segít. Ez igaz, de közlekedve az utakon szoktam látni kis autókat, akiknek a hátsó szélvédőjére oda van írva egy angol felirat, no fear. Ezt nagyon megfontolandónak tartom, hogyha az állampolgár félni kezd, akkor az a demokrácia halála. És semmit nem föltételezek nyilvánvalóan, de azokban a rendszerekben, ahol a félelem az utat tud verni, ott megszűnik a demokrácia, és pillanatokat át lehet venni olyan erőknek, ezeknek az ügyeknek az irányítását, amelyek nem a demokráciának kedveznek. Igen, továbbra is azt mondanám, ne féljünk, Ányi. Igen, mert ráadásul... Féljünk, csak furcsálkodunk. Ebben a bizonyos sajtó történeti kuriózumban, ebben a holnap egyszerre Romániában és Magyarországon megjelenő cikkben, egyebek mellett éppen azzal foglalkozom, hogy bizonyos politikai erők semmi másban nem érdekeltek, mint a félelem felszításában és fenntartásában, mert ebből tudnak kizárólag profitálni. Most hírek, és aztán folytatjuk Medgyessy Péter alkotmányjogi vonzatú elgondolásaival. Ez egy nyerő lap. Megjelent a Mix magazin, keresse az újságárusoknál. PR Cleaner. Kéztisztító, amit minden dolgos kéz megérdemel. PR Cleaner. Softly nice, it's paradise.
Wellness napok a Biosport Hotel Lővérben, Sopronban. Két éjszakás tartózkodás félpanzióval, üdvözlőitallal, gyógynövényes pakolással, szauna, szolárium, uszoda, pezsgőfürdő és fitnessterem használatával. Mindössze 31.600 forint. Egy százalék, az nekik 100%-os segítség lehet. Kérem, segítsenek! Hírek, információk következnek itt a Hír Televízióban. Jó estét kívánok! Elhalasztották az iraki ideiglenes alkotmány péntek délutánra tervezett aláírását. Mivel az iraki kormányzó tanács 5 síta tagja az utolsó pillanatban további egyeztetéseket kívánt. A síta vezetőknek állítólag a kurdoknak tett engedményekkel, illetve az elnökség összetételével kapcsolatban vannak kifogásaik. Az egyeztetések jelenleg is folynak. A dokumentum aláírását eredetileg közép-európai idő szerint 14 órára tervezték a szövetséges erők bagdadi székházában. Egy afgán tisztviselő szerint Osama Bin Laden kicsúszott az őt üldöző pakisztáni katonák keze közül, közölte a BBC. Az afgán tisztviselő faxon kapta az információt 3 napja egy tálib tisztviselőtől. A magát megnevezni nem kívánó informátor szerint Osama jól van. Néhány napja a pakisztáni katonák próbálták előkeríteni a terrorista vezért Afganisztán és Pakisztán határvidékén. Líbia elismerte, hogy van egy vegyi fegyvergyára és 2 vegyi fegyver raktára. A szervezet a vegyi fegyverek betiltásáért képviselőinek átadott dokumentumok szerint Tripoli 20 tonna mustárgázzal és több ezer tonna szarin ideggáz gyártására alkalmas alapanyaggal rendelkezik. Az észak-afrikai arab ország decemberben váratlanul megígérte, hogy feladja minden tömegpusztító fegyverét és azok gyártásának programjait. Tripoli ettől nemzetközi elszigeteltségének megszűnését és a Washingtonhoz fűződő kapcsolatainak javulását várja. Oroszország mentő alakulatot indította az északi sark vidékére, hogy felkutassák a tegnap bajba jutott kutatókat. A Spitzbergákhoz közeli területen 12 orosz tudós maradt élelmiszer és fedél nélkül, miután egy leomló jégfal eltüntette a föld színéről bázisukat. A viharos időjárás miatt eddig nem tudtak meleg ruhát és élelmiszert eljuttatni a tudósokhoz. A mentést nehezíti, hogy a Spitzbergákon naponta mindössze 5-6 órán át tart a nappal. Oroszország egy atommeghajtású jégtörőhajót is útnak indított a térség felé. Szkopjében eltemették a tragikus körülmények között elhunyt macedón államfőt, Boris Trajkovszkit. A gyászszertartásra és a temetésre, amelyen több mint 100 000 macedón polgár vett részt, a világ mintegy 60 országából érkeztek küldöttségek. A Magyar Köztársaságot Mádl Ferenc államfő képviselte. Mádl Ferenc tegnap az elhunyt államfő özvegyének átadta a Magyar Köztársaság érdemrend nagy keresztje a lánccal kitüntetést, amelyet posztumusz adományozott a repülő szerencsétlenség áldozatává vált Boris Trajkovszkinak.
Megyesi Péter szerint csak elodázná az időpontot, ha valaki az alkotmánybírósághoz fordulna, egy esetleges január 13-ára tervezett népszavazás miatt. A kormányfő ezt azután nyilatkozta, hogy megbeszélést folytatott Kupa Mihállyal, a Centrum párt elnökével. Megyesi Péter szerint a legjobb időpont a népszavazásra a június 13-a lenne, mert az csak abban az esetben nem járna többletköltséggel. Kupa Mihály, a Centrumpárt elnöke úgy véli, a köztársasági elnök választáson népet meg kell kérdezni. Hozzátette, ne a pártok válasszák az államfőt. Már jelentkezhetnek a gazdák a bankoknál az új 60 milliárdos agrárcsatlakozási hitelkeretre. A hiteleket a beruházásokon kívül a gazdálkodók pénzügyi helyzetének javítására, forgóeszközvásárlásra is fel lehet használni. A 60 milliárdos keret felét elkülönítik, ehhez csak a kistermelők, az őstermelők és az egyéni vállalkozók férhetnek hozzá. A kérelmeket április végéig nyújthatják be a gazdák. Rudi Zoltán lett a Magyar Televízió elnöke. Az MTV közalapítványi kuratóriumában 19-en szavaztak Rudi Zoltán mellett, 4-en ellene, 3-an tartózkodtak. A jelöltet korábban kétharmados többséggel támogatta a kuratórium elnöksége. A döntő harmadik fordulóban a 8-tagú elnökség 2 SZDSZ által delegált tagja Baló György kulturális igazgató megválasztására voksolt. A 2 szocialista küldött viszont Rudi Zoltánt támogatta. Az MDF által delegált 4 testületi tag korábban Péterfi András filmrendezőt látta volna szívesen a TV elnöki poszton, ám végül ők is Rudi Zoltán mellé álltak. Az MTV frissen megválasztott elnöke tárgyilagos hírszolgáltatást és takarékos gazdálkodást ígért. Most az időjárás jelentés következik, aztán folytatódik a péntek 8. 21 órakor már híradóval várom önöket. Köszönöm figyelmüket! Köszöntöm Önöket! Bármennyire is hihetetlen, holnap remek kiránduló idő lesz. Ugyanis éjszaka szerte az országban elvékonyodik a felhőtakaró. Szép holdvilágos éjszakánk lesz. Reggelre nagyobb rész derűs és igen hideg idő várható, mínusz 10 fok köré esik a hajnali hőmérséklet. Holnap napközben szélcsendes, ragyogóan napos idő várható, bár a csúcshőmérséklet mindössze mínusz 1 fok körül alakul árnyékban. Természetesen a napos helyeken ennél pár fokkal magasabb lesz. Délután viszont felhősödés kezdődik a Dunántúlon, így tehát vasárnap reggeltől ott borús idő várható, eleinte hószálingózással, majd délelőtt erős havazás kezdődik. A Tiszántúl felett is gyorsan bezáródik a felhőtakaró, majd a délutáni óráktól ott is havazás kezdődik. Éjszaka a déli megyékben átmenetileg havas eső váltja fel a havazást. Csapadékosan kezdődik a jövő hét eleje, hétfőn és kedden jelentős mennyiségű várható, eleinte havas eső, majd ismét havazás. Megerősödik az északias szél, sőt helyenként viharossá fokozódik, szerdáig tehát jelentős a hófúvás veszély. Az olvadó és letaposott hó miatt vizesek, hókásásak az utak, sőt az éjszakai fagyás miatt síkossá válnak, vezessenek nagyon óvatosan. Gyenge melegfront terheli szervezetünket. Mögöttem egy visegrádi kép, ami ennek holnap délelőtt láthatják az ott lakók vagy az arra járók. További helyfüggő információk a Vesztelvapon olvashatók. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Mai napon érdekes üzengetés zajlott le a miniszterelnök és a koalíciós párt elnöke között. Nézzük meg először az első bejátszásunkat, Kunce Gábort. Most ha valaki ide be akar vinni egy szereplőt, aki nem is létezik a közjogi rendszerünkben, de aminek a döntései adott esetben kötelezőek lehetnek a kormányra nézve, az most már én is azt kell mondanom, hogy tényleg nem ismeri a magyar alkotmányt, kétség kívül nehéz, mert nincsenek benne képek, de ezzel együtt is tanulmányozásra érdemes olvasmány lenne. Fogunk még beszélni erről, meg aztán arról is, hogy Medgyesi Péter erre mit válaszolt.
meg főleg arról, hogy aztán Kuncze Gábor mit viszont válaszolt, de most végre egyszer próbáljuk meg tisztába tenni. Ugye Medgyessy Péter az országértékelő beszédében beszélt sok mindenről, és az a sok minden mind azért volt, hogy felvezessen három javaslatot. Nevezetesen állítsanak a pártok közös listát, válassza a nép közvetlenül az államfőt, és mi volt a harmadik? Legyen kisebb a parlament. Legyen kisebb a parlament. Ez volt a három javaslat, azóta eltelt néhány hét, és most azóta gyakorlatilag egy dolgot sikerült elérni, ez áll a politikai kommunikáció középpontjában valóban, és ma már ott tartunk, hogy Medgyessy Péter egyrészt lakossági fórumról lakossági fórumra szalad, a nép közé jár, és azt mondja, hogy aki nem ért egyet ezzel a három javaslatával, az a néppel menetel szemben, mert a nép az mindenképpen ezt akarja, semmi mást, illetve felvetette azt, hogy a javaslatairól népszavazást fog kezdeményezni. Akkor most nézzük meg, hogy hogy áll ez a három javaslat, illetve a népszavazás és az alkotmány egymással. Igen, egy apró pontosítással kéne kezdeni. A miniszterelnök úrnak nincsen népszavazás kezdeményezési joga, tehát ez a kezdeményezés nem magára a népszavazás kezdeményezésére vonatkozhat, hogyha szigorúan nézzük a kérdést, hanem talán arra, hogy a miniszterelnök a saját kormányában kezdeményezhet egy ilyen döntés kialakítást, mert a kormánynak van a jogszabály szerint egyébként mérlegelés alapján kitűzendő népszavazási kezdeményezési joga. Tehát a kormánynak van. Ez egy apró pontosítás, mert a mi kormányzati szisztémánk olyan, hogy amit a miniszterelnök hát politikailag elképzel, azt általában el tudja fogadtatni a kormányával, nincs is ebben semmi az ég egyadta a világon. Ez egy normál bevett rendszer. 1990 óta azt is mondhatnánk, hogy változó mélységekig, változó erővel, de a miniszterelnök tagadhatatlanul emblematikus figurája a magyar politikának, és hát emögött a kormány általában föl szokott zárkozni. Mégis az az apró alkotmányjogi pontosítás, hogy ez egy kormánydöntés kell, jelen esetben talán nem teljesen fölösleges aggály. Hogy milyen népszavazásról is lehet szó, erről sokan sokféle módon nyilvánultak meg. Hát ugye úgy tűnik most nekem, hogy talán véleménynyilvánító népszavazási kezdeményezésről van itten szó, több vonatkozásban, ami hát egy elég érdekes intézménye a magyar alkotmányos intézményrendszernek, mert a véleménynyilvánító népszavazásnak nincs kötőereje az országgyűlésre nézve. Ugye azt talán előtte el kellett volna mondanunk, hogy népszavazás az országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésben képzelhető el, kivéve azokat az eseteket, ahol egyébként maga az alkotmány megtiltja a népszavazást. Az alkotmánybíróság értelmezi az alkotmány rendelkezéseit, kimondotta több határozatában, korábban a korábbi népszavazási törvény alapján, majd a mostani alapján is, hogy igazából az alkotmány szelleméből az következik, hogy az alkotmányt, mint olyat népszavazással módosítani nem igazán ildomos, és nem is nagyon lehet. Érdekes kérdés, ami megint csak fölvethető, hogy a kormány oldaláról jövő népszavazási kezdeményezés, az vajon miért a köztársasági elnök problematikájára és miért az országgyűlésre vonatkozik? Figyelembe véve a hatalommegosztás rendszerét, ezek a közjogi entitások a hatalommegosztás letéteményesei, külön-külön egymással szemben hatáskörökkel, feladatokkal rendelkező hatalommegosztási letéteményesek, és talán azt lehetne mondani, hogy mivel a köztársasági elnöknek, az országgyűlési képviselők egyharmadának is joga, meg a kormánynak is joga, hogy népszavazást kezdeményezzen, lehet, hogy az volna az alkotmány szellemének elegánsabban megfelelő, hogyha mindegyik hatalmi ági letétemény és a saját maga pozíciója vonatkozásában próbálna meg népszavazási kezdeményezéssel élni, de a korrektséghez hozzátartozik, hogy ilyet az alkotmány nem mond, ilyen következtetéseket le lehet vonni. Az alkotmány továbbá azt sem mondja, illetőleg a népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló törvény azt sem mondja, ami talán itt fölvetődő kérdés lesz a későbbiek során, hogy európai parlamenti képviselő választások napján nem lehet népszavazást tartani. Mégis, hát a publicisztikában és az alkotmányjogi irodalomban is most megjelenik, hogy talán mégse hozható össze ez a két dolog egy napon. Amikor a törvény alkotója kimondotta,
hogy országgyűlési képviselő választások napján, illetőleg azt megelőzően egy jó ideig, és azt követően egy jó ideig, valamint a helyi önkormányzati képviselők választásának napján, és ugyanígy előtte és utána egy jó ideig, nem lehet népszavazást tartani, akkor minden bizony jól megfontolta, hogy ezt miért írja bele a törvénybe. Arra következtethetünk, hogy az alapvetően arra vezethető vissza, hogy egy dolog a népszavazás, a népszavazási kérdés, ami az emberek hangulatát is befolyásolja, az, hogy ki hogy áll hozzá a népszavazási kérdéshez, az egy másik kérdés, értjük ezzel a politikai erőket, és egy harmadik kérdés az, hogy milyen képviselőt választunk akár az országgyűlésbe, akár a helyi önkormányzatba, akár pedig az Európai Parlamentbe. Itt azt lehetne talán mondani, hogy az együttes kampányolás az félrevezetheti a honpolgárt az alkotmány, az illetőleg a jogalkotó meggyőzése szerint. Tiszta kérdések kellenek, olyan kérdések kellenek e vonatkozásban, amiben egyértelműen állást lehet foglalni minden más nélkül. Elég sajátos egyébként az, hogy a választási kampány bizonyos megnyilvánulásaiban alkalmas lehet arra, hogy az állampolgárokat más irányba és másképpen befolyásolja, mint ami adott esetben reális lehetne, de hát erre is vannak jogi megoldások, amik nem abszolút jogi megoldások, de hát lehet keresni itt is a jogorvoslatot. Ha szabad, akkor én visszanyúlnék egy kicsit az időben. Az előző népszavazási törvény 1988-ban született. Talán emlékeztek rá, hogy az egy olyan időszak volt, amikor a közjogi változások következtek be az országban. Még az is elképzelhetőnek tűnt, hogy bizonyos reformok, közjogi reformok árán lehet egy átalakuláson keresztül menni, de hát ugye ez a folyamat beletorkolott a rendszerváltozás kezdetében. Na most a népszavazási törvény kimondotta, hogy új alkotmányt elfogadni kizárólag népszavazással megerősítve lehet érvényesen. Ez volt 1989-ben is a helyzet. Az ellenzéki kerekasztal és a kormány tárgyalásai nyomán 1989. szeptember 16-án megállapodtak a parlamentbe a tárgyalófelek abban, hogy milyen szövegű alkotmányt fog majd elfogadni az országgyűlés. Kérdés, hogy miért nem vadonatúj alkotmány született. Azért, mert a népszavazással való megerősítés akkor törvényi rendelkezés volt, és nem lehetett azt a kockázatot talán vállalni, hogy egy népszavazási kampányba bonyolódnak bele, ami sokba kerül, sok veszélyen jár. Nota bene, ha emlékeztek rá, akkor rendszeresen szóltak arról, hogy visszarendeződési veszély. Egy ilyen kampány mindig hordoz olyan politikai hordalékokat, amelyek adott esetben mindenféle veszélyt is jelentenek. Azt gondolom, ezért bölcs a jogalkotó, amikor külön választja a népszavazást és a képviselő választást. Ha lehet, majd a későbbiek során a köztársasági elnök problematikánál visszatérnék ugyancsak egy történeti vonatkozásra. Maradjunk még itt a jogmezején, ugyanis ma történt még valami. Nevezetesen az, hogy egy magyar állampolgár, egy bizonyos Marányi József úr, nagyatádi illetőségű lakos, mai napon hivatalosan az Országos Választási Bizottsághoz fordult, beadott egy népszavazási kezdeményezést, méghozzá egy véleménynyilvánító népszavazási kezdeményezést, méghozzá két kérdésben. Az egyik az, hogy egyetérte azzal, hogy a nép közvetlen módon válassza meg a Magyar Köztársaság köztársasági elnökét, a másik pedig, hogy egyetérte azzal, hogy a Magyar Köztársaság országgyűlése a jelenleginél kisebb létszámmal működjön. Először nézzük meg magát Marányi József urat, és aztán innen folytassuk. A kisebb parlament, illetve a közvetlen köztársaság elnök választásának ügyében kéri a nép támogatását a nagyatádi polgár. A televízióban láttam, hogy felvetődnek kérdések, és soha senki nem válaszol rá. A választási bizottság letagadta annak a tényét, hogy én ezt beadtam, ezért hittem fel önöket, és ezért küldtem el a faxot, amivel igazolom, hogy ez a kérés ment hozzájuk. Nos, ami fontos, itt van nálunk egyébként a hivatalos levél. A választási bizottság a mai napon pecséttel ellátva elismeri, hogy bevette Marányi József indítványát. De nem is ez a igazán fontos, hanem az, hogy milyen jogi következménye van annak, hogy egy állampolgár a választási bizottsághoz beadta ezt. Először is mondjuk arra nézvést, hogy beadhat-e most más valaki is ilyet. Hát itt a sorrendiség elvét kell nagy valószínűség szerint figyelembe venni. Tehát, hogyha valaki ezt a
kezdeményezést útnak indította, akkor hát dőreség lenne egy másikat ugyanilyen módon. Először erről a kérdésről kell döntenie az illetékes választási szervnek, és hát tisztelettel jelzem, hogy ez a kezdeményezés még nem az a kezdeményezés, ami népszavazási kezdeményezés, mert a népszavazási kezdeményezés majd akkor lesz a törvény szerint népszavazási kezdeményezés, hogyha 200 000, illetőleg jelen esetben, mivel vélemény nyilvánítóról van szó, ennek a fele 100 000 aláírás összegyűlik. Ha a kérdésed, Zsolt, arra irányul, hogy adott esetben ne talán a miniszterelnök úr is benyújthatna egy ilyen javaslatot, akkor megint azt szeretném mondani, hogy a kormány nyújthat be ilyen javaslatot, és nem pedig a miniszterelnök, ezt nem győzöm elégszer hangsúlyozni, noha talán egy picikét lényegtelen. Ez valahogy elsikkadt az elmúlt héten. Igen, ez úgy tűnik, hogy el. Ezt nem árt azért hangsúlyozni, hogy itt a kormány kezdeményez, ahogy megbeszéltük. De hogyha valaki már ebben a kérdésben elindított egy folyamatot, akkor nyilvánvalóan egy másik folyamat az legfeljebb lecsatlakozhat mellé. És abban az esetben lehet erről szó, hogyha valaki ezeket a népszavazási kérdéseket a magáénak ismeri el. Ebben egyébként én nem látok különösebb problémát. Tehát nem az a lényeges, hogy most kiadott be előbb valamit, hanem hogyha ugyanarról a kérdésről van szó, akkor ezt a jogszabály nem tiltja, hogy valaki ezt igenelje, valaki erre azt mondja, hogy igen, én ezt magamévá teszem, és én mellé állok. Úgy gondolom, hogy nem ez az igazán lényeges kérdés. Az érdekes, hogy vajon egy állampolgár hogy jut olyan következtetésre, hogy ő is meg akarja kérdezni az állampolgárokat egy népszavazással. Ezt én a magam részéről csak üdvözölni tudom, mert ebben az látszik, hogy működik egy demokrácia. Hát helyes, hadd működjön a demokrácia. Csak hogy kívánatos lesz-e számára, hogy Medgyessy Péter csatlakozzon hozzá? Ez a nagy kérdés. Ezt végig gondolta-e? Hogy működik a demokrácia, az a mai napon gyönyörű bizonyítékaink vannak, erre nézvést. Ugye azzal kezdtük a második részt, hogy megnéztünk egy bejátszást Kunce Gábortól, aki egyébként a Nemzeti Lobby Tanács ötlete kapcsán, ami Medgyessy Péter legújabb ötlete, azt találta mondani, ismételjük meg, hogy hát aki ezt felvetette, az tényleg nem ismeri a magyar alkotmányt, ami kétségkívül nehéz olvasmány, mert nincsenek benne képek, mondta Kunce Gábor. Medgyessy Péter reagált Kunce Gáborra, mégpedig úgy, szó szerint azt mondta, egyebek mellett, lassan már olyan érzésem van, mármint Medgyessy Péternek, hogy az SZDSZ fél a demokráciától. Fél attól, hogy az embereket bizonyos kérdésekben megkérdezzék. Ez volt Medgyessy Péter reakciója, és nem telt el egy óra, Kunce Gábor reagált Medgyessy Péter reagálására, mégpedig a következő mondattal. Kunce azt mondja, ő már akkor tudta, hogy mi a demokrácia, amikor mások még a diktatúra kiszolgálói voltak. Ez a mai csörte a miniszterelnök és a koalíciós partner elnöke között. Én arra lennék kíváncsi véleményetekre, hogy mondjuk Kunce Gábor ezen utolsó mondata, ami egy viszonylag félreérthetetlen és egyértelmű kijelentés. Szóval innen hogyan lehet visszajönni? Hogyan lehet innentől kezdve, mondjuk holnaptól fölkelni, és azt mondani, hogy ez a MSZP-SZDSZ koalíció, ez frankon működik tovább? Hát nem tudom, szerintem végül is a kérdés az, hogy az SZDSZ esetleg azon gondolkozik, hogy kilép a koalícióból, vagy pedig a miniszterelnök cserét szeretné felgyorsítani, előmozdítani, és a maga helyét abban a folyamatban biztosítani. Számomra ez a kérdés leginkább. Hát ha megengeditek, ugye én igazából nem nagyon szeretnék politizálni, ezért megint visszamennék egy picit a történelemben. 1989-ben a 89. évi 31-es törvény meghatározta a köztársasági elnök helyét a rendszerben. Ez a rendszer az volt, hogy az országgyűlés választja a köztársasági elnököt főszabályként. De a 89. évi 31-es törvény záró rendelkezései kimondották, hogyha előbb választanak köztársasági elnököt, mint parlamenti képviselőket, akkor mégis, azt mondták, népszavazással nem helyes, de hát általános választásokkal köztársasági elnököt fognak választani. Erre jött a négy igenes népszavazás, amelynek az volt az eredmény, hogy előbb kell országgyűlési képviselőket választani, mint köztársasági elnököt, tehát
egyszer s mindenkorra margóra helyeződött az a lehetőség, alkotmányosan, hogy a nép válassza a köztársasági elnököt. Most az egyszer s mindenkorrát azt a mai napig értem, mert a jogi szabályozás az úgy alakult, hogy 1990-ben egy akkori képviselő javaslatra az országgyűlés megváltoztatta az alkotmány szövegét, és azt mondta, hogy igen, a köztársasági elnököt a népnek kell választani. Ezt aztán az új országgyűlés, az MDF-SZDSZ megállapodás kapcsán eliminálta, visszaélyezte jogaiba a korábbi, ma is hatályos szabályt, hogy az országgyűlés választja. Később volt egy népszavazási kezdeményezés, még mindig 1990-ben vagyunk, hogy a nép válasszon köztársasági elnököt, de ez a népszavazás nem tudott eredményesen lezárulni, ezért került sor arra, hogy 1990 nyarán a parlament végül is megválasztotta a köztársasági elnököt, és azóta is ez a helyzet, hogy a parlament választ. Valóban arról van-e szó alkotmánytanilag, hogy pártoknak van kiszolgáltatva a köztársasági elnöki intézmény? Hát a megválasztását tekintve bizonyos értelemben függ a parlamenti többségi-kisebbségi viszonyok, de gondoljunk bele abba, hogy micsoda választási kampány lenne egy köztársasági elnök választás esetén. Az is lehet, hogy a weimarizálódástól félt a jogalkotó, amikor 1989-ben azt mondta. Hát az ellenzéki kerekasztalnak ez egy nagyon fontos, közös gondolata volt, amit most éppen, ugye politika nyelvére lefordítva, amit most éppen az akkori másik oldal képviselője, mert hisz Medgyessy Péter ugye akkori vonatkozásban az elvtársakkal ült a másik oldalon, szemben az ellenzéki kerekasztalon, és most felrúgni készül, vagy kísérelmek felrúgni egy olyan alapelvet, amiben akkor teljes egység uralkodott az ellenzéki kerekasztal minden résztvevője között, Fidesz, szabaddemokratákat, demokrata fórumot és mindenkit beleértve. Ez a pikantériája még pluszban a dolognak. Én pedig mindezekkel természetesen egyetértve mégis azt kell mondjam, azt hiszem, hogy Medgyessy Péter nem készül felrúgni semmit. Medgyessy Péter vagy magától, vagy tanácsadói tanácsára úgy döntött, hogy bedob a köztudatba olyan felvetéseket és olyan témákat, amelyekről ő maga is tudja, hogy úgysem lesznek semmilyen körülmények között megvalósíthatóak, de ameddig ezekről van szó, ameddig ezekről vitatkoznak a politika szereplői, addig legalább nincsen szó arról, hogy mi történt ebben az országban másfél-két év alatt, hol áll a gazdaság, és valószínűleg Medgyessy Péter, illetve a tanácsadói arra gondolnak, hogy miközben megy ez a teljesen, azt kell mondjam, fölösleges, mert a végeredmény előre ismerhető, tehát fölösleges politikai vita, eközben Medgyessy Péter, mint Nasreddin Hodzsa jár a nép között, és megpróbálja eljátszani a jó uralkodót, aki megkerülve a politika szereplőit. A gyilkos pártokat, ahogy fogalmazott, ez volt a legabszurdabb. Közvetlenül a néphez fog fordulni, és onnan próbálja meg a legitimitását megszerezni. Annyiban biztos, hogy sikerrel járt, hogy mi is 20 percet elbeszélgettünk erről. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!